Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót! Ez a Hitből Hitbe webinárium 28. adása. A mai témánk Dániel könyve második és hetedik fejezetéből a világbirodalmak lesznek. Azért kell eltérnünk jelenések könyvétől, mert ez megalapozza Dániel könyvét is, majd meg fogom mutatni, hogy bocsánat, tehát Dániel könyve megalapozza a jelenések könyvek, könyvének továbbtanulmányozását, és meg is fogom mutatni, hogy miért. Biztatlak benneteket, hogyha valami nem világos, vagy esetleg nem értetek egyet valamivel, vagy kérdésetek van, bátran tegyétek fel, a cseten is, vagy utólag, kommentben. Igyekszem válaszolni előző alkalom, és megtettem. Sajnos néhány kérdés már túlságosan a végére maradt, és már lezártam az előadást, és nem tudtam élőben megválaszolni, de, de hogyha megnézitek, akkor a kommentben ott vannak a válaszok. Úgyhogy biztatlak benneteket, nem kell egyetérteni, kutassátok Isten ígét, és hogyha bármivel, bármilyen kérdésetek van, vagy gondolatotok hozzáfűzni valótok, írjátok be a kommentbe, és együtt kutassuk Isten ígéjét. De mielőtt elkezdenénk a mai alkalmat, kérjük Isten vezetését, hiszen ő megígérte, hogy felállni fog, és elvezet minden igazságra. Imádkozzunk. Drága mennyi, Atyánk, hálát adunk Neked Jézus Krisztus ígéretért, hogy a Szent Szellem elvezérel bennünket minden igazságra, mert az igazság szelleme. És ezt adtad nekünk, hogy legyen vezetőnk is. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus ami mi egyetlen tanítónk, és ő tanít is bennünket, és megmagyarázza nekünk a te ígédet. Kérünk téged tett így bennünk bizonyságot egyen-egyenként az igazságról, hogy ne emberi bölcsösségen alapuljon a mi meggyőződésünk, hanem a te szellemet tanításán. Kérlek, te világítsál nekünk az igei összefüggésekre, is. te mutasd meg azt, hogy, hogy tudjunk neked engedelmeskedni, és a te igédet követni és teljesíteni, és te őrizd meg bennünket sátán minden csalásától. Köszönjük neked, hogy kitárod előttünk a te igédet, és most, hogy Dániel könyvét tanulmányozzuk, te a profétai világossággal vezeted a mi lábaink ösvényét. Köszönjük neked, mennyi atyánk, ezt a kiváltságot. Áldunk téged Jézus nevében. Amen. Tehát a mai témánk Dániel könyvéből a világbirodalmak, Egészen Babilontól a történelem végéig. És azt ígértem előző alkalommal, hogy Dániel könyve 7. fejezetét fogjuk tanulmányozni, és rá akarok mutatni, hogy miért térünk át ide. Ugye bár Jelenések könyve 12. fejezetének végéig jutottunk, odáig, hogy a sárkány a tenger homokpartjára állt, és így folytatódik Jelenések könyve 13. fejezete. Az első két vers. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek tíz szarva és hét feje volt, és a szarvain tíz korona, és a fejein a káromlásnak neve. A fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz: lába, mint a medvéi, és szája, mint az oroszláné, és a sárkány átadta neki az erejét, trónját és nagy hatalmát. Hát most elkezdhetnénk ezt a részt kutatni, hogy vajon mi lehet az a fenevad, ami feljött, az a tíz szarv, mi ez a párduc, meg medve, oroszlán, meg sárkány, és akkor ki lehet ezekre mindenféle furcsa magyarázatot találni. De hogyha valaki komolyan tanulmányozza a proféciákat, az annak számára teljesen világos, hogy ezek a képek, ez a tíz szarv, a párduc, a medve, az oroszlán, ezek mind, Dániel könyve hetedik fejezetének a képei. Tehát, hogyha nem értjük meg Dániel könyve hetedik fejezetét, azt se tudjuk, hogy miről szól, akkor garantáltan nem fogjuk tudni, hogy itt miről van szó. Úgyhogy vissza kell mennünk Dániel könyve hetedik fejezetéhez, de ahhoz, hogy Dániel könyve hetedik fejezetét biztosan jól értsük, egészen Dániel könyve második fejezetéhez kell visszamennünk, ami tulajdonképpen lényegileg ugyanarról szól, ugyanazt a sorozatot mutatja be számunkra, csak egy kicsit máshogy, és a kettő együtt teljes képet ad a világtörténelemről. Tehát először is Dániel könyve második fejezetét fogjuk kutatni. Nem fogom az egész fejezetet felolvasni, ugye az eleje azzal kezdődik, hogy Nebukadnetszár, vagy ismertebb nevén Nebukodonozor, babilóni király, egy álmot látott, nem tudta megfejteni, és a babiloni bölcsek sem tudták megfejteni az álmát, mivel hogy nem mondta el nekik, és ezért Nabukadnetszár nagyon megharagudott rájuk, meg akart őket öletni, de Dániel imádkozott a társával együtt, böjtöltek, és Isten megadta neki a magyarázatot, megmutatta neki az álmot és a magyarázatot, és ezt az álmot fogjuk most megvizsgálni. Tehát Dániel mondja Nebukadnetszár királynak, hogy mit látott álmában. Innen a csak hogy értsük, hogy ki beszél kihez. Tehát Dániel második fejezet 31. verstől kezdem olvasni folyamatosan. A színekre érdemes odafigyelni, ugyanis következetesen használtam a színeket. Te, ó király, íme egy nagy szobrot láttál. Ez a szobor hatalmas volt, és igen fényes. Előtted állt, és látványa rettenetes volt. Ennek a szobornak a feje volt a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala részből, a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Amíg nézted, egy kő leszakadt, anélkül, hogy egy kéz érintette volna, és ledöntötte azt a va szobrot vas, és lábairól, és darabokra zúzta, akkor összezúzódott a vas, a cserép, a rész, az ezüst és az arany. Olyanok lettek, mint nyári szérű napolyva, amelyeket fölkap a szél, és a helyét sem találják többé. Az a kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy hegyi lett, és betöltötte az egész földet. Na nézzük akkor, mi ennek az államnak a magyarázata. Te, ó király, tehát ne bukad cár, babilóni királyhoz van szó, Akiknek az, akinek az egek istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és mindenütt, ahol emberek, meze állatok és égi madarak laknak, a te adta azokat, és úrátett téged mindezeken. Te vagy az aranyfej. Tehát az aranyfej nem más, mint Babilon. És ne egyszer, király Babilonja. Így folytatja utánad, egy másik birodalom támad, amely kisebb náladna. Na, innen derül ki az, hogy nem, nem Nebukadnetszár király egy szemében az aranyfej, hiszen Nebukadnetszár király után jött még egy másik uralkodó, és azután a következő harmadik uralkodó volt Belsazár, aki Nabodinnak a társuralkodója volt, és ezután jött, Belsazár király uralma után jött a következő birodalom, az mi az Ezüst birodalom volt, ez Médoperzsia. Majd egy harmadik birodalom, Részből való, amely az egész földön uralkodik. Mert az a birodalom, ami az egész földet, az egész akkori közel-keletet elfoglalta, ez Görögország volt. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas. Mert a vas széttör és összezúz mindent. Bizony, miként a vas pusztít, úgy töri össze és pusztítja el mindazokat. Tehát ez nagyon érdekes, és nagyon fontos ezt észrevételezni, hogy ez a negyedik birodalom, ez mindazokat elpusztítja. Vannak magyarázók, akik, hát ugye a Babilon az elég egyértelmű, utána a következő birodalom, az megint csak egyértelműen Méd a Perzsia. Vannak, akik médiát teszik a második birodalomnak, a harmadik birodalomnak, pedig Perzsiát, aminek semmi értelme nincsen, hiszen a mét persa birodalom már akkor államszövetségként, föderációként foglalt el a Babilont, amikor színre lépett, tehát média után nem Perzsia következett, hanem a méd Perzsa közös uralom volt a babiloni uralom után. Tehát a második birodalom az médo Perszia volt, és utána a harmadik birodalom ami az egész földet elfoglalt, az a nagy Sándori Görögország volt. És a negyedik birodalom, és ezt majd a következő, a Dániel 7. fejezetének profíciából is egyértelműen fogjuk látni, a negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas. Hát ez a negyedik birodalom, amely mindazokat elpusztította, Görögországot, meg az azelőttieket, ez nem, a Szeleukida birodalom volt, ugye történelemből talán nem helyeztek olyan nagy hangsúlyt, amikor a történelemből tanították ezeket az úkori birodalmakat, hogy körülbelül Nagy Sándornál kifújt a történelem tanítás, és utána rögtön Rómára tértek át, de valójában Nagy Sándornak a birodalma az négy részre szakadt, amiből kettő volt a legjelentősebb, az egyik a Szeleukida birodalom, a másik pedig a Ptolemaiosznak a birodalma, ami tulajdonképpen Egyiptom lett. És ez a két birodalom nem volt már olyan erős, mint Görögország, egyik sem tudott a másik fölé kerekedni, viszont jött egy negyedik birodalom, amely mindazokat elpusztította. Tehát Egyiptomot is, és a Szelókida birodalmat is. Tehát az összes görög utódállamot bekebelezte. És ez a birodalom ez nem más volt, mint Róma. És egy másik nagyon fontos tényező, amiért ezt fontos megemlíteni, az az, hogy ugye arról azt látjuk, visszatérve ide, hogy ez a kő, ez emberkéz érintése nélkül szakadt le, és ledöntötte ezt a szobrot a lábairól. Tehát a Szeleukid a birodalmat, azt nem Isten döntötte meg, hanem emberi hatalom. És ez a kő, ez pedig nem egy emberi hatalom. Ez egy mennyei hatalom. Tehát a negyedik birodalom nem lehet a a birodalom, <kül> mert annak nem, nem Isten vetett véget, hanem Róma. <laughs> Egész egyszerűen. Folytatás. És miképpen a lábakat és az ujjakat részint cseréből részint vasból valónak láttad, úgy az a birodalom kétfelé szakad, de lesz benne a vas erejéből, amit láttad, hogy a vas össze van keveredve, keverve az agyak cseréppel. <kül> tehát nagyon érdekes, hogy ez a negyedik birodalom. Tehát itt nagyon-nagyon érdekes, hogy figyeljük meg, hogy nem mondja, hogy ötödik birodalom. Tehát azt mondja, hogy negyedik birodalom, van első birodalom, az te vagy. Második birodalom, harmadik birodalom, negyedik birodalom. Ötödik birodalomról nem beszél. Mert nincsen. Tehát valójában ez a lábak és a lábújak, ez a negyedik birodalomnak a folytatása, egy mutációja, hogyha úgy tetszik. Tehát ez, ez már egy, egy, egy mutáns birodalom, de még mindig a negyedik birodalomnak a mutáns birodalma. Azt mondjuk, hogy ez már nem vas, ez részint cserép, részint vas. Valójában a római birodalom, hogyha belegondolunk, több mutáción is átesett, először volt köztársaság, utána császárság, és utána pedig egy egészen érdekes konstrukció alakult ki a Római Birodalomból, ugye először két, két államra osztódott, amikor felbomlott a ö, lett először Nyugat-Római, meg Kelet-Római Birodalom, utána a Nyugat-Római Birodalom gyakorlatilag megszűnt a néppándorlás hatására. És a Nyugat-Római Birodalom területén, nemzetállamok alakultak ki, vagy úgy mondhatnánk inkább, hogy rivális királyságok, mert nem teljesen tiszta nemzetek voltak, és ezek a rivális királyságok megalapították a saját kicsi államukat a Római Birodalom területén. És ezek a birodalmak, ugye egy szobornak általában tíz, vagy egy, egy embernek, nem, bocsánat, nem egy szobornak, egy embernek általában tíz lábúja szokott lenni, Szeretnék itt visszautalni arra a tíz szarvra, innen a tíz szarv, hogy tíz lábúj van. Ugye azok a lábújjak, azok részint cseréből, részint vasból valók voltak. Tehát ezek, ezek nem oda tartoztak a vas, az nem elegyedik a cseréppel, ez egy külön csoport. Ez nem, nincs, nincs egység a cserép meg a vas között. Ugyanúgy, ahogy Róma és a népándorlás kori népek között nem volt egység. Állandóan háborúztak, és utána is állandóan háborúztak, egymással is háborúztak, viszont próbáltak mindig. keveredni. És ez nagyon jellemezte. A középkori Európát a római birodalomnak az utódját. Még pedig az, hogy megpróbáltak egységesülni, egységes látszatot létrehozni és ennek volt egy nagyon-nagyon fontos összekötő kapcsa, ami mentén ezek az egymással is háborúzó európai utódállamok egységesen tudtak fellépni. És ez a közös kapocs, ez nem más volt, mint a keresztény vallás, egészen konkrétan a római katolikus vallás. Ugye valamennyire történelemből tudjuk, hogy csak részben volt ez a római, hiszen ugye volt egy egyházszakadás is, létrejött a katolicizmusból, egy, egy görög, katolikus egyház is, egy ortodox, keleti vonal is. De a nyugati Európában, ami valójában a, a rómának, a római birodalomnak az utód államai területén jött létre annak a vallás az a római katolicizmus maradt. És valójában a páposág tekintéje volt az az összekötő kapocs, ami egymással is és Rómával is összekötötte, hiszen ne feledjük azt, történelmből tanultuk, hogy a kereszténységet, annak egy bizonyos változatát, a konkrétan a katolikus változatát, azt még a római császárok fogadták el. Tehát valójában ugye Konstantin egy római császár volt, ő volt az, aki a kereszténységet államvallásá tette, a római birodalom államvallásává tette. Tehát ez volt az a része Rómának, ami átmentődött az egész jogrendszerrel, meg kultúrával, meg mindennel együtt Európába. Abban megosztott európai, európai királyságrendszerbe, hiszen nem nevezhetjük egységes birodalomnak, nem volt egy egységes európai birodalom, megosztott királyságok voltak, amiket a kereszténység tartott össze. Hogy mennyire tartott össze őket, ez jól látszik például a keresztes hadjáratokból. Teljesen különböző népek, egymással akár háborúzó népek is a keresztes hadjáratokba a pápa utasítására teljes buzgósággal küldték a seregeiket, a katonáikat, az erőforrásaikat, mindent. Innen látszik a birodalmi kapocs. És még egy fontos magyarázatot olvasunk itt. Lábújai részint, vasból részint cseréből vannak, mert az a birodalom részben erős, részben pedig törékeny lesz. Az, hogy vasat agyagcseréppel összekeveredve láttál, azt jelenti, hogy utódaik házasodás révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, mint a vas nem vegyül a cseréppel. Hát ez, ez tényleg nagyon jellemző volt a középkori Európára. Végig arisztokratikus érdekházasságok jellemezték, próbáltak hatalmat kiterjeszteni egymás felé több-kevesebb sikerrel. Ugye a magyar történelemben is számtalan ilyen példát tudunk olvasni, amikor a királyaink idegen vagy más európai államoknak a a lányait vették el feleségül, vagy pedig a királyait házasították, vagy a királyfiit házasították be ide a magyar földre, hogy ilyen arisztokratikus érdekházasságokat hozzanak létre, na de hát ez nem nagyon működött. Tehát mindig, ennek ellenére mindig háborúztak, mindig veszély, viszálykodtak egymással, erről szól az egész európai történelem. Végülis a történelem könyvekből ezt tanuljuk gyerekként. Tehát ez a bibliai igevers, ez tökéletes mértékben teljesedett. Viszont, ami nagyon érdekes ebben a proféciában, az megmondja, hogy mi lesz ezután. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt az egek istene egy birodalmat, amely nem pusztul el soha, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és véget vet azoknak a birodalmaknak, ő maga pedig örökké fennmarad. Ezért láttad, hogy a hegyről kő szakadt le anélkül, hogy egy kéz érintette volna, szétzuszta a vasat, rezett, cserepet, ezüstöt és aranyat. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos momentum, hogy nem csak ez a négy birodalom van, hanem van egy ötödik birodalom is, amit az egek, bocsánat, amit az egek istene támaszt. Tehát ez az Isten királysága. Nagyon fontos megfigyelni, hogy mikor támasztja ezeknek a királyoknak az idejében. Tehát felsorolt itt négy birodalmat, Babylon, Médopersia, Görögország, Róma. Ugye a Rómát egészen az európai utódállamokig kiterjesztettem, ami egy nagyon érdekes uh, szemlélete a világtörténelemnek. És azt mondja, hogy ezeknek az idejében támaszt az isten egy birodalmat, egy királyságot, amely soha nem pusztul el, és ezt jelképezi az a kő, ami leszakad a hegyről, ledönti a szobrot, összezúzza, és a helyébe lépve egy nagy hegyé lesz, és az egész földet betölti. Tehát ez már Isten királysága, ami az összes korábbi birodalmat szétszúzza, megsemmisíti, és a helyükbe lép. És ez azért érdekes, mert hogy itt nem látunk más birodalmat. Tehát itt van ez a négy birodalom, és utána a következő az az Isten királysága. És nincs más. Tehát nézzük akkor újra és nagyon fontos a végső magyarázat is, így fejezi be, a nagyisten tudtul adta a királynak azt, ami majd ezután lesz, az álom igaz, és bizonyos annak értelme. Tehát ez egy teljesen szilárdan, biztosan álló profícia, ezen nincs változtatás, ezen nincs, nincs módosítani. Tehát van ez a négy világbirodalom, aminek ami sorban ugye Babilon az aranyfej, az ezüst karok az médopersia, a részhasis oldal Görögország, a vas lábszárak Róma, és a vas és cserép az Rómának egy mutációja, ami a megosztott Európával, középkori és az újkori Európával azonosítható. És ezek után, ezeknek az idejében közben Isten támaszt egy királyságot, ez történt meg akkor, amikor Jézus Kisztus a Földön volt, ő lehozta Isten királyságát a mennyből, ugye erről tanultunk Jelenések 12. fejezetében, ő alapította meg a római birodalom idején az ő királyságát, ő felment a mennybe, hogy a tanítványai kiterjesszék a királyságot ezen a földön, bemutassák ennek a királyságnak az elvét, és amikor igazolva lesz ez a királyság, és egyébként Dániel 7. fejezete pont erről szól, akkor Jézus Krisztus visszajön, és eltörli mindezeket a birodalmakat, ledönti ezt a szobrot, a lábáról is összezúzza, és ez a kő, ez az Isten királysága fog, fogja betölteni az egész földet. Egy nagyon fontos észrevétel, amit itt szeretnék már most elmondani az, hogy ugye nagyon sokszor ez a profíci is ugyanmit, hogy az egész földet beborítja meg, betölti. Pedig teljesen nyilvánvaló, hogy ugye Babilon, Médo, Perzsia, Görögország, stb. Hogy ezek a világbirodalmak nem globális méretűek voltak abban az értelemben, hogy például közben teljesen vígan működtek Amerikában, vagy Kínában, Indiában párhuzamos birodalmak. És a Biblia ezekről a birodalmakról nem beszélt. Tehát a Biblia nem beszél a majákról, az asztékokról, a kínai dinasztiákról, Indiáról, nem beszél ezekről a birodalmakról, mivel egész egyszerűen azért, mert egy nagyon jól körülhatárolható szempont szerint vannak ezek a birodalmak összegyűjtve, és megemlítve a Bibliában. És ez a szempont egész egyszerűen az Isten népével való kapcsolat. Hiszen az Isten népének, ami ugye az úrszövetségi időkben Babylon, Médo, Perzsa, Görögország és Róma uralmának az első felében kizárólag Izrael volt. És ezért földrajzilag ezek a birodalmak nagyon jól be voltak határolva. Földrajzilag. Tehát gyakorlatilag ezek a birodalmak voltak azok, amelyek Isten népére hatást gyakorolhattak. Tehát a maják, meg az asztékok, meg a kínaiak, meg az indiak, nem gyakoroltak semmilyen hatást Isten népére, és ezért nem is szerepelnek ebben a képben. Az is egy érdekes szempont, hogy mivel ezek valójában sátánnak a világrendszerei, ezeken keresztül sátán gyakorolta az ő hatalmát, nyilván sátán is oda koncentrálta az ő erejének legjavát, ahol Isten népe jelen volt. És ez mindig így van. Valójában ezeknek a birodalmak a váltakozása, cserélődése, Isten népe számára is jelentős változásokat hozott. Gondoljunk csak arra, hogy amikor Babilon hatalomra jutott, az, az Isten népe számára fogságot jelentett. Amikor Médoperzsia hatalomra jutott, akkor Isten népét először elbocsátották, másrészt pedig utána ki akarták őket írtani. Teljesen. Görögországnál megint nagyon nagy veszélybe kerültek, aztán utána ez elhárult az a veszély, utána jött egy Antiochus Epifánész, aki még a templomot is megszentségtenítette, meg, meg akarta szüntetni az egész idő vallást. Tehát nem volt egyszerű. Utána a Rómánál megint óriási nagy váltások következtek, nagy elnyomás, ö, polgárháborúk, vallási háborúk, stb. Tehát ezek mind-mind-mind óriási változásokat hoztak, legtöbbször üldözést Isten népének életében. Miért kell ezzel foglalkozni? Miért vettük elő Dániel könyve második fejezetét? Azért, mert Dániel könyve hetedik fejezetében, ahol ezekről a fenevadakról fogunk olvasni, ott ugyanezt a sorrendet fogjuk látni. Nézzük meg Dániel könyve hetedik fejezetét most ezek fényében. Lehet, hogy kicsit gyors, ne jegyjetek meg, Érdemes az egészet nyugodtan újra tanulmányozni, de szeretném ezt egyben elmondani, hogy együtt lássuk az egész képet. Tehát Dániel könyve hetedik fejezetét, ezt most az egészet fel fogom olvasni, hiszen az első fele az egy leírás, a második fele pedig a magyarázat. És mind a kettő nagyon fontos. De mindig megállok és kommentálom, úgyhogy nem haladunk olyan túl gyorsan. Belsacárnak, Babilon királyának első esztendeiben álmot látott ágyában Dániel, elméjének látomásait. Az álmot följegyezte és a lényegét álmonta. Ezt mondta Dániel, láttam látomásban éjszaka, hogy íme az íg négy szele rátör a nagy tengerre. Négy nagy állat jött föl a tengerből, mindegyik különbözött a másiktól. Tehát már most szeretném leszögezni és figyelmet felhívni arra, hogy ezek a képek ugyanazok, mint jelenések könyve 13. fejezetében. Ott is az a fenevad, az, az az állat, az a tengerből jön fel. Ezek az állatok is a tengerből jönnek fel, úgy, hogy az ég négyszerre rátört a tenger. Akkor most tisztázzuk ezeket a jelképeket. Mi a tenger? A tenger jelenések könyve 7., 17. fejezet 15. verse egyértelműen azonosítja, a vizek, azok népek és sokaságok, nemzetek és nyelvek. Tehát ez a tenger, ez sok különböző népet jelent. Nyilván, ahol sok különböző nép van, ott sok a viszá is. És a szelek, azok pontosan ezt jelképezik. A háborukat a viszájt jelképezik. Például Jeremiás 25.32 ezt mondja, íme veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzethez, és nagy szélvész támad a föld széléről. Tehát ez a veszedelem, meg a szélvész, ez ugyanaz. Tehát a veszedelem az egyik nemzettől a másik nemzethez, ezek háborúk, amikor nemzet-nemzet ellen támad. Tehát nemzetek közötti háború is, ahol sok nemzet van, ott sok háború van. Bocsánat, visszatérek. Hát ott, ahol a legtöbb nemzet van, egy kupacon, az nem más, mint mezopotámia, a népek bölcsője, ott, ahol Isten összezavarta nem, a nyelveket, Ugye ezt olvassuk 1 múzes 18.9-ben, ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az egész föld színére. Ugye ez Bábelnél volt, Bábel pedig Sinár földjén épült, ami gyakorlatilag mezopotámia területe. Tehát mezopotámia az a terület, ahol mind a mai napig Mezopotámia és a Kaukázus, tehát ugye az Ararát környéken nyilván, hiszen onnan indultak el az özönvíz után. Ez az a környék, ahol a legkülönbözőbb nyelvcsoportok és népcsoportok élnek egy kupacon, még mind a mai napig is. És ez az a terület, ami mindig is puskaporos hordó volt a világ számára. Tehát mindenhol mindig voltak háborúk, de ezen a területen sokkal több háború volt mindig hiszen nagyon-nagyon különböző népek, nagyon különböző nyelvű népek állandóan harcoltak egymással. És valójában itt születtek meg ezek a nagy birodalmak, tehát először közel-kelet, és fokozatosan áttevődik a hangsúly Európára. Térképet most nem mutattam, de hogyha belegondolunk ezeknek a birodalmaknak a területébe, akkor azt látjuk, hogy a közel-keletről, mezopotámia területétől először eh, inkább kelet felé, ugye Midopersi inkább kelet felé indult el, és utána Görögország és Róma pedig egyre nyugatabbra helyeződött. És Róma idejére gyakorlatilag a birodalom központ az teljesen Európa szívébe helyeződött közel-kelettől. Ugye ezek a kontinenssi meghatározások, hogy mi, mi Európa, meg Ázsia, meg Afrika, ezek eléggé önkényes dolgok, hiszen valójában az egész euró-ázsiai-afrikai kontinens blokk az valójában egy blokk. Tehát nem lehet olyan nagyon külön kezelni ezeket. Nyilván lehet határokat húzni, de most miért pont az uralnál húzzuk meg a határt? Hát, és különben is a közel-kelet akkor most hova tartozik, akkor most Európához tartozik. Vagy Ázsiához tartozik? Vagy Afrikához tartozik? Hát ezek olyan kérdések, amikre csak önkényes választ lehet adni, hogyha bárki ennek utána néz, akkor rájön, hogy valójában ez hogy közel-kelet, hogy ez most hova tartozik. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Európához tartozik. Ezek mind európai hatalmak, hiszen innen indult a, a, az új világ bölcsője, hogyha az új világot azt az özönvíz utáni világgal azonosítjuk. Na nézzük tovább konkrétan hiszen halad az idő, és sok mindent át kell még vennünk. Az első olyan volt, tehát az első vadállat olyan volt, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Láttam, hogy szárnyai kitépték, fölemelték a földről, két lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki. Nem is fogok tovább menni, megmondtam előre, ugyanaz a sorrend, ugye Belsazár, babiloni király idejében látta ezt Dániel, Ugyanaz a sorrend, mint Nebukadnetszár álmánál az első oroszlán. Ö, azt mondja, hogy sasszárnyai voltak, ez a gyors hódításaira utal. Utána a sasszárnyait viszont kitépték, tehát Babilon gyakorlatilag erőtlenné vált, fölemeltetett a földről. Babilon fölmagasztalta önmagát. Ezt látjuk Nebukadnetszárnál is, aki fölmagasztalta magát, de utána megalázta magát. Na hát... Belsazár az ő unokája már nem így tett, és amikor azt mondja, hogy két lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki, ez nem egy pozitív kijelentés. Az emberi, mint jelző, a proféciákban általában negatív. Általában azt jelenti, hogy gyarló, bűnös vagy gonosz. Belsazár király felmagasztalta önmagát, ugye azt olvassuk Dániel 5. fejezetében, hogy a, a szent edényeket egy nagy bálványimádó Isten tiszteleten a Jeruzsálemi templom szent edényeit elővette, hogy azokból ugyanis megszentségtelenítse őket, és ekkor ö, történt az, az eset, hogy a kész az angyalnak a keze írt a falra, és kijelentette Isten neki, hogy vége van az ő birodalmának. Meg, meg lett ítélve. Tehát ez a kép gyakorlatilag Babilon erkölcsi bukásáról beszél. Tehát az első ország, ez az oroszlán, ez Babilon. Következő. Azután íme egy másik állat jelent meg, a második egy medvéhez hasonlított. Félig fölemelkedett, és három oldal borda volt a szájában, a fogai között. Így szóltak neki, kelj föl, és egyél sok húst! Ugye ez a második birodalom, könnyen ki lehet találni, mi követte Babilont, hát médo persia tehát ez a medve, ez egész konkrétan Médo Perzsiát jelképezi, ugye a medve az már nem olyan fürge, mint az oroszlán, egy lomha, de baromira erős állat, hát pontosan ilyen volt Perzsia, lassan halad, de biztosan mindent letaroltak végül, ami azt mondja, hogy félig fölemelkedett, hát kicsit talán nehéz a fordítást így értelmezni, de valójában azt, azt próbálja ez a kép közvetíteni, hogy féloldalasan emelkedett föl és ez a kép jól is ábrázolja, a fél oldalasan van. Hát pontosan ez történt Médo Perzsiával, hogy a Médo Perzsia nevében is benne van, hogy a Médek és Perzsáknak a szövetség szövetségéből állt elő ez a birodalom. Először a Médek voltak a vezetők ebben a birodalomban, és utána pedig a Perzsák kerekedtek felül, ők lettek a vezetők, ez nem azt jelenti, hogy meghúdították a médeket, hanem egyszerűen ők váltak a birodalom vezetőjévé. Ezért volt féloldalas az a medve. És három oldalborda volt a szájában, ugye ezek az oldalbordák, ezek a Persiának a nagy hódításai, Egyiptom, Lídia és Babilon. Ezek voltak a Méd Persa birodalom legnagyobb hódítása És Ezután ezt az utasítást kapta, hogy kelj is és egyes sok húst hát ugye ez a mohóságot erősíti, és pontosan ez történt, míg a a mohóságában a görög területeket is meg akarta hódítani, ugye történelemből, hogyha még valaki emlékszik a Pun háborúk című fejezetre, az pontosan erről szól. Ugye a görögök próbáltak védekezni, a perzsák folyamatosan támadták őket, és a végén ebbe buktak bele. A görög... A, a, a perzsák, bocsánat. Tehát utána a görögök összeszedték magukat, és itt jön képbe a harmadik állat, ami görögországot jelképezi értelemszerűen. Ezután láttam, hogy íme egy másik állat jött, olyan, mint a párduc, és négy madárszány volt a hátán, négy feje volt az állatnak, és hatalmat adtak neki. Nem kell már magyarázni, ez a párduc, ez Görögországot jelképezi. A négy madárszány az a hihetetlen, szédületes hódítási sebességre utal, hiszen soha előtte ilyen sebességgel nem hódította meg senki az akkori világot, mint Nagy Sándor. De azt mondja, hogy négy, négy feje volt az állatnak, hát ez a négy fej, ez egész konkrétan Görögország utódállamaira vonatkozik, tehát ez nem vonatkozhat semmi másra, sem Babilonnak, sem Midoperzsiának nem volt négy valami. Görögországnak volt négy feje, az a négy fej, az a Görögország négy utódállama volt. Nagy Sándor halála után a négy hadvezére, Kassander, Lüzimakos, Szeleukos és Ptolemaios négy részre osztották fel. Nagy Sándor országát. Kasszander kapta Makedóniát, és Trákiát, meg a görög területeket, Lüzimakos kapta Lídiát, ami most tulajdonképpen Törökország, meg egy bizonyos része, Szelókosz kapta Mezopotámiát, ugye mondjuk a régi Persa birodalmat, és Ptolemaiosz kapta Egyiptomot. Ezek közül igazából kettő maradt meg, úgy igazán erősnek, a Szeleukida birodalom és Ptolemaiosz Egyiptomja. Csak itt szeretném zárójelben megigyezni, hogy ezen a ponton súlyosan elbukik az a magyarázat, ami a negyedik birodalommal azonosítja a Szeleukida birodalmat, konkrétan Antiochus Epifániszt. Antiochus Epifanis egy Szeleukida király volt. A Szeleukida birodalomnak egy királya. Na most a párducnak a négy feje közül az egyik a Szeleukida birodalom volt. Tehát az a negyedik vadállat, ami utána következik, az nem az egyik fej. Az utána jön. Na nézzük. Ezek után éjszakai látomásban íme egy negyedik állatot láttam. Nem a negyedik fejet. A negyedik állatot láttam. Rettenetes, iszonyú és rendkívül erős volt. Nagy vasfogai voltak, falt és zúzott. És a maradékot összetaposta a lábával. Különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak is tíz szarva volt. Na most innentől kezdve ki lehet találni, tehát hogyha a negyedik vadállat az nem a Szeleukida birodalom, hiszen nem lehet, mert az a harmadiknak az egyik feje volt. Akkor a negyedik vadállat az csak is kizárólag olyas valami lehet, ami ezeket mindet megsemmisítette, elpusztította, különbözött tőlük, csak zárójelben megjegyzem, a szeleukida birodalom az nem különbözött a többitől, hiszen a szeleukida birodalom valójában Görögországnak egy nyúlványa volt, egy utódállama volt. Ugyanazt a hellenizmust képviselte, mint Görögország. Viszont Róma tényleg különbözött a többitől, egy egészen rendkívüli stratégiát alkalmazott a többihez képest, soha nem volt még olyan birodalom, mint előtte, Róma különös kegyetlenséggel alkalmazta az oszd meg és uralkodj elvet. Soha egyetlen ország sem volt annyira köpönyeg forgató, mint Róma, és gyakorlatilag pár száz év alatt az egész az egész közel-keletet és Európát bekebelezte. Azt mondja, hogy tíz szarva volt, hát egyes. Profícia magyarázók szerint ez római Rómának a provinciája, amikor fénykorában volt, akkor 10 provinciája volt. Hát ennél volt több is, meg kevesebb is. Én inkább amellett vagyok, hogy ez a 10 szarv, ez egy jelképes szám, hiszen ahogy egy embernek 10 lábúja van, bocsánat, nem pedig 11, vagy 13, vagy 9, innen jön ez a tízes szám. Tehát a 10 lábúja az ugyanez, mint a 10 szarv. Ez nem egy fix szám, hanem ez egy profétikus szám, ami a megosztottságot jelképezi. Tehát itt már nem egy egységes, központi irányítású birodalomról van szó, amikor a tíz szarról beszélünk, hanem azokról az utódállamokról, amik a római birodalmat a fénykora után követték. Tehát miután a római birodalom feloszlott utódállamokra a népvándorlás után. Na nézzük, mit mond, még ezután hiszni, itt egy nagyon-nagyon fontos részletet megemlít ebben a folyamatban. Mi alatt a szarvakat szemléltem, tehát ezt a tíz szarvat szemléltem, íme egy másik, kicsi szarv növekedett ki közöttük. És hármat az előbbi szarvak közül kiszakítottak előtte, tehát egy tíz szarv közül hármat kiszakított, és íme, emberi szemekhez hasonló szemek voltak ezen a szarvon, és nagyokat szóló száj. Hát mi lehet ez a kicsi szarv, ami három szarvnak a kiszakítását eredményezte? Egyébként nagyon érdekes, nem azt mondja, hogy ő szakította ki, hanem kiszakították előtte mások, valaki más. Elérte ez a kis szarv, hogy ahhoz, hogy ő fel tudjon nőni, három másik ezek közül a létező szarvak közül megsemmisüljön. Hát ez a három. Ki szarv, ami megsemmisült, ugye ezt a történelemből tudjuk, hogy melyek voltak azok az utódállamok, a népvándorlás kori népek, amiket megsemmisítettek egyetlen konkrét hatalomnak a felemelkedése érdekében. Ez a három szarv, vagy ez a három nép, ezek a vandálok, a herulok és a keleti gótok voltak. Van néhány közös ezekben a népekben. Az egyik ilyen közös pont, hogy mindegy három nép, Rómát fosztogatta és ostromolta, tehát konkrétan Róma városát. És egy másik közös pont ezekben az országokban, vagy ezekben a népekben, hiszen nem volt saját országuk, hanem Rómát próbálták meg megsemmisíteni, meg fosztogatni, meg ostrom alatt tartani, ezek a népek, vagy ezek a királyságok, ez a három szarv, ez mind Ariánus volt. Ugye a kereszténység, a katolikus kereszténység, amikor megalakult 325-ben a Konstant, nem, ö, nagy Konstantin császárnak az általa vezetett zsinaton, a nícei zsinaton, akkor gyakorlatilag kimondták, hogy csak az nevezheti magát katolikus kereszténynek, aki elfogadja a nícei hitvallásban meghatározott... <kül> Istenségről szóló tanítás. Tehát ott először csak az volt a kérdés, hogy Jézus Krisztus ő Istennel egy lényeg, ugye ez a homo homoiousion, homo vitani, még a madác ember tragédiájába is utat talált. Ez innen jött. Tehát Konstantin ő kimondatta a keresztény egyháznak az akkori vezetőivel, hogy csak az nevezheti magát ke kereszténynek, pontosabban katolikus kereszténynek, aki elfogadja, a nícei hitvallást, és a Szent Háromság annak, akkor még csak az első felét mondták ki, hogy Jézus Krisztus része az Istenségnek, de nem kellett sokat várni, pár évtizeddel később, körülbelül 40 évvel később, egy újabb zsinaton kimondták azt is, hogy a Szent Lélek is része ennek a három egy Istenségnek, a Szent Háromságnak, és mindaz, aki ezzel szembeszegül, azok eretnekek. És ezt azért mondták ki, ugyanis már 325-ben a Nicei zsinaton is ez volt az egyik legfőbb téma, ugyanis Áriusz, egy alexandri püspök, azt a tant képviselte, legalábbis a katolikus feljegyzések szerint, hiszen Áriusz iratait megsemmisítették, tehát nem tudjuk, hogy valójában mit képviselt, de az ő követői, az ariánusok azt képviselték, hogy Jézus Krisztus nem egy lényegű az atyával, hanem az ő teremménye, vagy pedig tőle született, hogy most konkrétan Arius mit képviselt, hogy ő most született, vagy pedig teremtetett, ezt nem tudjuk. Valószínűleg annyit, annyit tudunk biztosan, hogy az, az ő követői, az ariánusok azt képviselték, hogy Jézus Krisztus teremtett lény, és ezért üldözték őket. Tehát ez a három ariánus királyság, amely tagadta a Szent Háromságot, azt a tant, amely a katolicizmusnak az alapját képezte, hiszen a Nicei Zsinaton gyakorlatilag ez volt a legfőbb kérdés, hogy akkor most Áriusznak van igaza, vagy pedig Atanáziusznak van igaza, aki a Szent Háromságot képviselte. És ugye Konstantin elnökletével eldöntötték, hogy Atanáziuszt fogadjuk el, belerakták a hitvallásba a aztán utána ebből véres háborúk lettek, és végül ez a három királyság, amely nem a katolikus kereszténységet fogadta el, hanem az áriuszi kereszténységet, ezeket végül kigyomlálták teljes mértékben, és így jutott hatalomhoz az a kicsin szarv, amely közöttük növekedett ki, és amiért ki kellett gyomlálni, ki kellett szakítani azt a másik hármat. Tehát valójában ez a kicsi szarv nem más, mint a páposág. Hiszen a páposágnak volt az érdekében az, hogy a katolikus vallás terjedjen el. A páposág volt Rómának a, a szívében, őt nyomták el gyakorlatilag ezek a, ezek a, a ariánus királyságok, a vandálok, a herülök, a keleti gótok, és nagyon-nagyon érdekes, amit mond Erla Hatanul. Azt mondja, hogy emberi szemekhez hasonló szemek voltak ezen a szarvon. És az előbb azt mondtam, hogy az emberi, amikor proféciákat olvasunk, az mindig negatív jelző. Tehát a szemek, az a tudást vagy bölcsességet jelképezi, de hogyha emberi szemekről beszélünk, akkor ez emberi bölcsesség, emberi tudás, nem pedig isteni. Ravasságot jelképez, olyan ravasságot, amely... Az értelmi képességgel, a tanításával próbál felülkerekedni másokon. Tehát nagyon érdekes, hogy ennél a hatalomnál nem a nyers erő az, ami dominál. Mint ahogy például ennél a fenevadnál, amely rendkívül erős volt, vasfogai voltak, eltaposott mindent a lábával. Tehát itt, itt nem a lábában van az erő, nem a fogaiban, hanem nagyon érdekes, hogy itt a szemeit és a száját nevezi meg. Különben még az is érdekes, hogy szemeket nevez. A Bibliában a profitákat nevezték látónak. Bocsánat, a profitákat látóknak nevezték. Tehát olyanoknak, akik látnak, ugye szemekkel látni szoktak, és egy másik profíciában például úgy nevezi ezt a hatalmat, hogy önmagát profitának mondja. Vagyis látónak mondja. Tehát olyas valaki, aki azt állítja magáról, hogy ő ért az Isten dolgaihoz és nagyokat szóló szája van, majd meg fogja magyarázni a Profit, hogy mire használja ezt a szájat, de valójában, hogyha nagyokat szól, az azt jelenti, hogy hazugságokat mond, ami valójában felfúvalkodott állításokat mond, valami nagynak állítja magát, közben pedig nincs mögötte valódi tartalom. De közben párhuzamosan, ezzel párhuzamosan valami rendkívüli dolog történik. Itt is, ugyanúgy, mint Dániel második fejezetében. Ahogy néztem, trónokat helyeztek el, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér volt, és a fején a haja olyan volt, mint a tiszta gyapjú. Trónja tüzes láng volt, s annak kerekei olyanok, mint az égő tűz. Tűz folyam folyt, és jött ki a színe elől. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezeren álltak előtte összeült a törvénykezés, és könyveket nyitottak ki. Ugye ezt a szöveget, ezt már részletesebben tanulmányoztuk, amikor jelenések 4. 5. fejezetét vizsgáljuk. Itt a vizsgálati ítélet jelenetei tárulnak fel Erre most nem szeretnék visszatérni részletesebben, hiszen jelenések könyvénél ezt részletesen kitárgyaltuk. Viszont figyeljük meg azt, hogy mi történik. Akkor figyelni, figyelni kezdtem a nagyhangú beszédek miatt, amelyeket a szar szólt. Láttam, ahogy megölték azt az állatot, teste elpusztult és a tűzbe vetették, hogy elégjen. A többi állattól is elvették a hatalmat, de egy ideig még életben hagyták őket. Nagyon fontos, hogy itt megfigyeljük az időket. Mikor történik mindez? Mikor történik ez a vizsgálati ítélet? Tehát összeül a törvénykezés, és ekkor látja azt, hogy hogy még hallatszik ennek a kis szarnak a nagyhangú beszédei, és akkor az ítélkezés nyomán megölik az állatot, és a teste elpusztul. Tehát valójában az utolsó fenevadnak, hiszen itt az, az az utolsó fenevadról van szó, amin a szar, kis szarv is nőtt, annak a tevékenysége idején történik mindez. Egyébként ez egy érdekes megfigyelés, hogy a kis szarv az nem független az állattól. Ez a kis szarv, meg a tíz szarv is, annak az utolsó fenevadnak a része, hiszen az állatot, nem a kis szarvat, az állatot ölik meg, és vetik a tűzbe. És azt mondja, hogy a többi állattól is elvették a hatalmat, de egy ideig még életben hagyták őket. Tehát valójában az ítéletben a többi fenevad is mérlegre kerül a nekik adott idő alapján. Tehát nyilván mindegyik megkapta a maga idejét, de Isten megengedte, hogy egy ideig óráig működjenek és tevékenykedjenek. Ugye ezt látjuk például Dániel 5. fejezetében, amikor a babilonon végrehajtott ítéletet látjuk, ahol Isten konkrétan megmondja azt, hogy megmérettél a mérlegen és hiával találtattál. Ugye ez, erről szólt ez a felirat, hogy menne menetek el ufárszín. Tehát konkrétan elhangzik minden egyes vadállat esetében az ítélet. De ez az utolsó ítélet, ez itt a negyedik fenevadról ítél, hiszen a többi állattól még korábban vették el az, a, a hatalmat, amikor ezek letűntek a színről de mindegyik megkapta a lehetőséget, hogy bemutassa az ő uralmát. Ezután pedig, miután itt van ez a négy vadállatot láttunk, tehát oroszlán, medve, párduc és rettenetes vadállat, és a negyediken zajlik az ítélet. Ezután láttam az éjszakai látomásban, hogy íme az ég felhőjén jött valaki, olyan, mint egy emberfia. Az öreg korúhoz ment, és eléje vitték őt, és hatalom, dicsőség és uralom adatott neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv őt tisztelje. Hatalma örökkévaló hatalom, amely nem szűnik meg, és királyságosan pusztul el. Tehát ez a negyedik vadállat után következő birodalom. Az az örök királyság, az az örökkévaló hatalom, amit Krisztus fog megkapni, az az emberfia, aki a vizsgálati ítélet lezárulása után hatalmat, dicsőséget és urálmat fog kapni, és örökkévaló hatalmat fog kapni. És ez még nem történt Hiszen lehetjük azt, hogy még nem Jézus Krisztus uralkodik, még mindig a negyedik fenevad hatalma tart. Ezért volt nagyon fontos, hogy összevessük Dániel második fejezetével, de még mielőtt ezt az összehasonlítást megnéznénk, nézzük meg az isteni magyarázatot. Dániel könyve hetedik fejezetének a folytatását most nem olvasom fel, az a lényeg, hogy Dániel megkérdezte, hogy akkor mi ez az egész. Felvilágosítást kértem tőle mindezek felől, ő pedig válaszolt nekem. Szóval Isten megmagyarázza, ami fontos. Figyeljük meg a választ. Tehát ezt most nem én találom ki, ezt nem Dániel találja ki, ezt Isten mondja. Ez a négy nagy állat négy királyt jelent, akik hatalomra jutnak a -e földön. Itt már szeretném kiegészíteni, itt nem csak királyról van szó, szóval itt királyságokról, birodalmakról. De a magasságos szentjei veszik majd át az országot is, örökre az övék lesz a királyság, örökkön örökké. Tehát valójában amiről ez a profécia szól, az sátáni világrendszerei, és ezzel szemben Isten királysága. Szeretném itt is megemlíteni, hogy ezek a birodalmak nem az egész földre terjedtek ki, hanem kizárólag is azokra arra a területre, ahol Isten királyságával érintkeztek. Vagy érintkezett sátán királyság, mivel valójában itt egyetlen közös pont van ezekben a hatalmakban, ezekben a vadállatokban, mégpedig az, hogy mindegyik sátán csatlósa volt. Tehát valójában ezek az országok mind sátán birodalmai, sátán királyságának a képviselői, és ezzel szemben áll az Isten királysága, amit nyilván csak egyetlen képviselete van. És azt látjuk, hogy végül meg is nevezi, egészen világosan megnevezi négy nagy állat, és utána jön az Isten királysága. Tehát nem lehet félreérteni. Négy állat, és utána az Isten királysága. Tehát négy plusz egy. Akkor felvilágosítást kértem a negyedik állat felől, tehát egyértelmű, hogy ezen, ez itt a legérdekesebb. Tehát Babilon, Midopersia, Görögország, az egész egyszerű, könnyen érthető, történelemből is látszik, még a profícia magyarázók között sem annyira van eltérés, de ez a negyedik, ez valami nagyon titokzatos. És ezért szükséges a felvilágosítás, isteni felvilágosítás, amely különbözött, tehát ez a negyedik, különbözött az összes többitől, és rendkívül rettenetes volt. Vasfogai és részkarmai voltak. Falt és zúzott, és a maradékot összetaposta lábával. És a tízszer felől is, amely a fején volt, majd egy újabb is kinőtt, három pedig kiesett előle, előtte. Ennek a szarnak szemei voltak is nagyokat szóló szája, termete is nagyobb volt a társaénál. Ugye megbeszéltük azt, hogy ez a negyedik vadállat, ez Róma, amely ezzel a pusztító stratégiájával és hadigépezetével mindent elpusztított, mindent meghódított. És ez a tíz szarv, ami ugyanaz, mint a tíz lábúj a Dániel második fejezetében, ez pedig Rómának a provinciája vagy utódállamai. Ez a kis szarv, amely kinőtt közülük, ez pedig a pápaság, amely más volt, mint a többi. Így folytatja, láttam, hogy ez a szarv harcolt a szentek ellen, és legyőzte őket. Míg el nem jött az öregkorú, hogy igazságot szolgáltasson a magasságos szentjeinek, és el nem jött az idő, hogy a szentek elnyerjék az országot. Tehát ez a kis szarv, ez egészen Isten ítéletéig fennmarad. Na most ez egy nagyon érdekes ö, szempont, amit itt felvet, hogy ez a szarv harcolt a szentek ellen. Tehát Isten népét nagyon-nagyon sok hatalom üldözte, valójában az összes korábbi hatalom, Babilon, Médoperzsia, Görögország, Pogány, Róma, ezek mind üldözték Isten népét, a zsidókat, és utána Róma pedig a keresztényeket is üldözte. Na de amit a katolikus egyház csinált az egész középkor során, az össze mérhető azzal, amit az előtte lévők csináltak. Tehát körülbelül egy egész világháborúnyi ember esett el, keresztény esett áldozatul azoknak a, az, annak a kegyetlen üldözésnek, amit a katolikus egyház nevében hajtott végre Nyilván nem a katolikus egyház hajtotta végre, hanem nagyon sokszor azok az európai államok hajtották végre ezek, ezt az üldözést. Akár euh, inkvizíciót, akár később a keresztes hadjáratokat, amit tévedés nesik, nem csak az iszlám ellen folytattak, hanem nagyon sokszor idézőjelbe, eretnek ellen. Ugyebár ja, a páposág intézménye az ma is létezik. Ennek nem vetett véget még egyelőre senki, és a, el szerint a profícia szerint ez egészen addig, amíg Isten igazságot nem szolgáltat, addig nem is fog eltöröltetni, amennyi ítélet fog neki véget vetni. És a legmegdöbbentőbb az, és azért olyan hatékony ez a szar a szentek ellen, azért tudta őket legyőzni, mivel hogy pontosan a kereszténység látszata mellett volt az igazi kereszténység legnagyobb ellensége. Úgy itt elismétli, nem fogom még egyszer elmondani, csak összegzem. Így szólt a negyedik állat, egy negyedik ország lesz a Földön, amely külön lesz minden országnál, bekebelezi az egész Földet, eltapossa és összezúzza azt. Hát ez Róma. Róma tényleg bekebelezte az előtte lévő országokat. Megint megjegyzem zárójelbe, negyedik Antiochus Epifánész nem, kebelezte, nem kebelezte be az egész földet. Nem tapost el és nem zúzta össze azt. Negyedik Antiochus Epifánész, ő csak egy uralkodó volt a sok közül, aki éppen siker Isten népében sok kárt okozott, de az egész addigi birodalmakat nem hódította meg. Róma volt az, ami meghódította a korábbi birodalmakat, és Rómának volt tíz utódállama, amiről azt mondja, a tízszor pedig azt jelenti, ebből az országból tíz király támad. Tehát teljesen világosá teszi, hogy az, ami Róma volt, az egy bizonyos szempontból meg fog szűnni, mutálódik, átalakul tíz királysággá. Tehát tíz utódállamban folytatódik Róma. De ezek az utódállamok ezt továbbra is, ennek az állatnak, ennek a fenevadnak a részei, ugyanúgy, mint ahogy a négy fej, az a párducnak volt a része, a négy fej, ugye a görög utódállamok. Tehát a Szeleukida birodalom az nem egy újabb állat, az Görögországnak egy utódállama, az Görögországnak a része. <kül> Ugyanígy a római birodalom is, mikor felbomlott és utódállamok jöttek létre, az európai királyságok, aminek valójában Magyarország is a része, ezek mind a tíz királyhoz tartoznak. És az, amely újabb támad utánuk, amely különb lesz az előbbieknél, és három királyt fog megalázni, hát ebből az azonosításból tudjuk, hogy melyik ez az ország. Melyik ez a hatalom, amely három királyt alázott meg. Ezt a három királyt Ugye a herulokat, a vandálokat és a keleti gútokat, ezeket pontosan azért tüntették el a föld színéről, mert a páposágnak útjában volt. És a páposág az a hatalom, amely más, mint a többi. Hiszen nem politikai erővel, nem, nem hadseregekkel uralkodik a többi felett, hanem a szellemi fölényével. És erről beszél, talán még egy pillanatra ide visszatérnék, egy, egy, egy pillanatra, hogy három királyt fog megalázni. Ugye mi történt itt a harmadik királynál? Ugye jöttek sorba a herulok, vandálok, keleti gótok, és a keleti gótok ostrom alatt tartották Rómát. Ez volt az utolsó Ariánus királyság. És közben, miközben ostrom alatt volt Róma, Justinianus, a keleti, kelet-római császár kiadott egy törvénycsomagot kódexnek nevezték, akkor ez egy törvénycsomag volt, amiről a pápát nevezte meg az egész nyugati világ szellemi vezetőjének. Csak hogy ugye Róma ostrom alatt volt, és segítséget kért Justinianus császártól a pápa. Hát Justinianus mozgósított is, elküldte az egyik hadvezérét, és a keleti gótokat szétverte, gyakorlatilag Rómát felszabadította az ostromgyűrűből, és pár év alatt a keleti gótokat teljesen megsemmisítették és gyakorlatilag 538-ban felszabadult Róma, és a Justinianus császár által megfogalmazott törvénycsomag életbe lépett, Róma teljhatalmat kapott, a római pápaság teljhatalmat kapott az egész nyugati kereszténység felett. És erről szól a következő vers. Sokat beszél majd a felséges ellen, és a magasságos szentjeit pusztítja. Úgy véli, hogy meg tudja változtatni az időket és a törvényt. Az ő kezébe adatnak ideig, időkig és egy fél időre. Ugye itt szerepel először ez az idő jelentés, ez az ideig, ez egy évig, az időkig, az kettő évig, és egy fél időre, az egy fél évig. Egy, meg kettő, meg fél, az három és fél év. Egy év tizenkét hónapból áll, 12 hónap pedig egy hónap az 30 nap, hogyha holt hónapokban számolunk, profétikus hónapokban számolunk, az 1260 nap. Ugye ez az 1260 nap, ez többször előfordul a bibliai proféciákban, innen is tudjuk, hogy itt ugyanarról az időről van szó, tehát nem 365-tel kell szorozni az egy évet, hanem 360-nal, hogy a napokat megkapjuk. És az 1260 nap, ezek ez profétikus nap. Az azt jelenti, hogy években kell számolni, hiszen a római pápaság onnantól kezdve, hogy hatalmat kapott, 538-ban 1260 évig teljhatalmat gyakorolt az európai országok felett. Nem ismerem kimondani, hogy az európai kereszténység felett, mert ez csak idézőjelbe tett kereszténység volt hiszen azt mondja, hogy sokat beszél majd a felséges ellen. Hát nem úgy beszélt a felséges ellen, hogy nyíltan káromkodásokat mondott Isten ellen, hanem éppenséggel úgy, hogy azt állította, hogy ő Istennek a képviselője. A Na, mai napig meg lehet nézni a pápának a hivatalos címeit. Az egyik hivatalos címe például az, hogy Krisztus helytartója. Vikárius Christi, tehát a pápa azt állítja, hogy ő Krisztusnak az egyetlen hiteles képviselője a Földön, és gyakorolhatja Jézus Krisztus teljhatalmát ezen a Földön. A pápa nem egyszerűen a keresztények, hanem a pápa és a papság. Az egyszerű hívők nem. A pápa olyan szempontból még a többi pap felett is áll, hogy egyedül ő viseli a Pontifex Maximus címet. Egyébként zárójelben megjegyzem, ha valaki megnézi ma a pápának a Twitter fiókját, ugyanis létezik ilyen, a pápának a Twitter fiókjának a neve az, hogy Pontifex. Honnan jön ez a Pontifex? Hát a Pontifex Maximus az a római császároknak, a pogány római császároknak volt a címe, ami azt jelentette, hogy a legfőbb főpap. Tehát a vallásuknak, a pogány római vallásnak a főpapja volt a császár. És amikor a pápaság átvette a római császárnak a tisztjét, akkor átvette a római császárnak a címét is, a Pontifex Maximus címet, ami gyakorlatilag őt egy pogány főpappá tette. Uff, ez elég bizarr. Ehhoz képest főleg, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő ami egyetlen főpapunk. Mindegy, a pápa, ma ő szerinte ő a főpap, hát ez Isten káromlásnak nevezhető. Arról nem is szólva, hogy tévedhetetlennek állítja magát, amikor Krisztus nevében kijelentéseket tesz, tehát nem lehet neki ellent mondani, nem tévedhet, stb. Itt millió katolikus dogmát fel lehetne sorolni, hogy hogyan szól a felséges ellen, én ezeket nem akarom részletezni, Erre, erről könyveket írtak. A reformációtól kezdve mai napig könyveket lehet erről olvasni. Az, hogy hogyan pusztította a magasságos szentjeit, erről már említést tettem, de azért gondoljunk csak bele abba, amit a történelemből tanultunk, akár az inkvizícióra, amikor keresztények és ártatlan emberek ezreit és tízezreit öltik meg talán millióit is, vagy akár a keresztes hadjáratokra, amiket nem csak az iszlám ellen indította, hanem nagyon sokszor a reformáció megállítására. Például a valdáseket keresztes hadjárattal írtották ki. A huszitákat, ugye ezt magyar történelemből is tanultuk, hogy Mátyás király volt az először is Zsigmond király, de után is harcolt a husziták ellen, de végül is Mátyás király volt az, aki legyőzte a huszitákat. A husziták azok Husz Jánosnak, egy reformátornak a követői voltak. Tehát egy reformációs mozgalmat írtottak ki. És ebben Mátyás királyunknak is igen jelentős szerepe volt. Aztán ott voltak például a hugenották. A francia reformációnak az örökösei. Gyakorlatilag ők kálvinisták voltak, tehát mai reformátusok voltak a hugenották. És őket is egy brutális, véres keresztes hadjáratban írtották ki. És ez csak azok a dolgok, amelyeket történelemkönyvekből meg lehet tudni, amiket feljegyeztek, és amelyeken sokszor még az akkori kortárs európai közvélemény is felhördült. És mennyi mindenről nem tudunk még. Tehát az, hogy a magasságos szentjét pusztítja, ezek kőbevésett tények. Mit jelent az, hogy úgy véli, hogy meg tudja változtatni az időket és a törvényt? Nagyon érdekes, hogy a páposág egyik legfőbb állítása az, hogy neki hatalma van arra, hogy az Isten által elrendelt ünnepeket különösképpen a negyedik parancsolatban is, a tíz parancsolatban is benne foglalt szombatot, van hatalma megváltoztatni. Konkrétan ezzel kapcsolatban dicsekedtek, nagyon-nagyon régtől fogva, akár a reformációtól fogva számos ilyen idézetet találni ahol ezzel igazolja a pápaság, a katolicizmus az ő hatalmát, tudnik azzal, hogy neki hatalma volt arra, hogy az Isten által elrendelt szombatot vasárnapra áthelyezze. Hiszen ugye a negyedik parancsolat az a szombat megszenteléséről szólt, a katolicizmus pedig kezdettől fogva a vasárnap ünneplést rendelte el, a kezdettől fogva az azt jelenti, hogy a negyedik századtól fogva, hiszen előtte nem volt törvényre, előtte nem volt büntetés azok számára, akik esetleg szombatot tartottak, nem pedig vasárnapot. A negyedik századtól fogva, onnantól kezdve, hogy Konstantin császár államvallását tette a kereszténységet, fokozatosan büntetni kezdték a szombattartókat, és előnyben részesíteni a vasárnap ünneplést. Tehát megváltoztatta az időket, tehát az Isten tiszteletére rendelt időket, Behozta a saját ünnepeit. Bárki megnéz egy katolikus naptárat, ünnepi naptárat, láthatja, hogy egy rakat ünneppel van tele. Tehát amit húsvétként, pünkösként, karácsonyként ünneplünk, csak hogy a legfőbb keresztény ünnepeket nevesítsük, ezeket mind a pápaság rendelte el, ezeknek az ünnepeknek semmi, az égatta világon semmi közük, sem időben, sem tartalomban, azokhoz az ünnepekhez, amiket Isten rendelt el, és amiknek a valóságát Jézus Krisztus beteljesítette. Ezeket az ünnepeket a katolicizmus rendelt el, és akkor még nem is beszéltünk az egyéb dolgokról, a halottak napjáról, meg a különböző szenteknek az ünnepeiről. Ezeket mind ő, ők hozták be. És a törvényt is gondolja, hogy meg tudja változtatni. Hát a tíz parancsolatot, hogyha megnézzük a katolikus katekizmusban, akkor azt látjuk, hogy a katolikus katekizmus szerint a második parancsolat gyakorlatilag nem létezik, ami a bálványok, vagyis a szobrok készítését tiltja, ami azért fontos számukra, hiszen a katolikusok szoborimádók, nyilván ők ezt soha nem mondanák így, hiszen ők nem a szobrokat imádják, hanem csak azért hajolnak meg a szobrok előtt, mert így közelebb kerülnek azokhoz a szellemi valóságokhoz, amiket a szobrok ábrázolnak. Ja, hogy végül is a második parancsolat az pont ezt tiltotta meg a zsidóknak, hát igaz, nem baj, de ők ezért ezt kivették a tíz parancsolatból, hiszen minek is az ellentétes azzal a szokással, amit a pogányoktól átvettek. De hogy azért meglegyen a tíz parancsolat, ezért a tizedik parancsolatot ketté osztották mert miért is ne vegyük külön a másik nőjének a kívánását, a házának, meg a vagyonának a kívánásától, hogy azért meg legyen a tíz, csak ne legyen kilenc parancsot, legyen tíz. Szóval a tizediket ketté osztották. A negyedik parancsolatot pedig átírták úgy, hogy tartsd meg a nyugalom napját, vagy a pihenő napot. Tartsd meg az úr napját, ami szerintük a vasárnap, már nem a szombat. Tehát az Istennek a törvényét is megváltoztatták. Ezek mind dokumentált tények. És végezetül az ő kezébe adatnak ideig időkig és egy fél időre, ugye erről beszéltem, 1260 év, ez 538-tól 1798-ig terjedt. Mi történt 1798-ban? Egy óriási váltás történt a történelemben, ugye ekkor már a francia forradalom hatalomra jutott, és. <tört> Gyakorlatilag egy óriási nagy ö, változás volt az egész európai hatalmi berendezkedésben, ugye hullottak a királyfejek, sorban már Franciaországra gondolván, és gyakorlatilag megrendült az a hatalmi rendszer, ami addig ö, a páposágot alátámogatta, alátámasztotta. És Napóleon egészen odáig ment, hogy a pápát fogságba vitette, ez történt 1798-ban, és a pápaság intézménye gyakorlatilag egy pár évre megszűnt. Utána Napóleon választott saját pápát, de korán sem volt már meg az a hatalma, amivel parancsolni tudott volna az európai királyoknak, hogy teljesítsék az akaratát. Tehát valójában az államok feletti porba húlt a porba hullt a pápaságnak. Úgy is fogalmazhatnám, hogy a tejhatalma megszűnt. Formálisan is megszűnt. De csak egy időre is majd erről fogunk olvasni jelenések könyvében. De nem csak el, ennyi történik. Figyeljük meg, amire az Isten ígé a, a nagy hangsúlyt helyezi, hogy ne féljünk, hanem reménységünk legyen, az ez. Tánia 7. fejezete, 26-27. verse. De azután összeül a törvénykezés, és elveszik a hatalmát, hogy megsemmisüljön és végleg elveszem. Az ég alatt lévő minden ország uralma, hatalma és nagysága pedig a magasságos szentjén népének adatik. Királysága örökkévaló királyság lesz, és őt tiszteli és neki engedelmeskedik minden hatalmasság. Tehát a jó hír az, hogy Jézus Krisztus fog uralkodni. Ő fogja megkapni az örökkévaló királyságot, miután a vizsgálati ítélet befejeződik és a vizsgálati ítélet eredményeként ettől a negyedik vadállattól is, aminek a kis szar még mindig szerves része, elveszik a hatalmat, megsemmisítik, és Jézus Krisztus megkezdi az ő örökké való országát. Szeretném ismét kihangsúlyozni. Nincs több ország. Dániel könyve második fejezetében és hetedik fejezetében is négy birodalmat látunk. Ugye Dániel könyvében az aranyfej Babilon, a Dániel második fejezetben az aranyfej Babilon, hetedik fejezetben az oroszlán Babilon. A második fejezetben az ezüstkarok A hetedik fejezetben a medve A Második fejezetben a Ríz, Has és Oldal, Görögország, hetedik fejezetben a Párduc, Görögország. Teljes párhuzamok vannak. Második fejezetben a vas lábszárak Róma, hetedik fejezetben ez a rettenetes fenevad Róma. Második fejezetben a vas és cserép lábújak, ami a lábnak a része, ez a megosztott Európa, vagyis Rómának az utódállamai. Ehhez képest Dániel hetedik fejezetében ennek a fenevadnak a tíz szarva a megosztott Európa, ami Rómának az utódállamai, tehát a negyedik fenevadnak a folytatása. És ezen belül még szintén ennek a negyedik fenevadnak a része, ez a kis szar, ami a páposágot, vagyis a római katolicizmusnak a, a hatalmi szervét jelképezi. Itt most szeretném megerősíteni azt, hogy itt nem a katolikus hívőkről beszélek, hanem arról a szervezetről beszélek, amely uralkodik az embereken. Uralkodik a hívőkön. Tehát itt a katolikus, Egyház szervezetről beszélek, különösen az uralkodói osztályról, a papságról, a püspöki és legfelül pedig a pápai hatalomról. Hiszen ezáltal gyakorolja a katolicizmus a hatalmát többek között a hívőkön is, tehát a katolikus hívőkön is. Nagyon, szeret, nagyon fontos látni ebből a képből, és mind a kettőnél azt látjuk, hogy nincs több. Tehát az ötödik királyság, a második fejezetben ugye ez a hegyről leszakadó kő, Dániel hetedik fejezetében a mennyi ítélet, és ott az emberfia, Jézus Krisztus, aki eljön, ez már Isten királyság, ami egy örökkévaló királyság, ami mindezeket az előtte lévő királyságokat eltörni, megsemmisíti, és a helyükbe áll tehát szeretném kiansúlyozni, ez szerint a profécia szerint nincs közöttük más birodalom. Tehát ez a négy van, a negyediknek vannak részei, ami talán nem olyan egyértelmű, de tovább, de valójában a bibliai szemléletmód szerint, ami most van Európában, az a római birodalomnak a folytatása. Rómának az erkölcsei, Rómának az elvei érvényesülnek most is, a modern Európában is. Egészen Jézus Krisztus visszajöveteléig. Az Isten szemszögéből nézve nem jött létre újabb birodalom Róma után. Továbbra is ugyanaz a erkölcsi és, és eszmei felállás van, mint amit a római birodalom is képviselt, kiegészülve néhány új elemmel, abban, hogy nagyobb a megosztottság, abban, hogy létezik egy olyan intézmény, amely rányomja a bélyegét az egész kultúrára vallása is, és, és ö, hatalmi berendezkedése és ez a pápaság. Ebben van különbség, de lényegileg ugyanaz. És ezért nagyon fontos, hogy ezzel a szemmélélettel olvassuk majd jelenések könyvét, mert nincs Róma után egy következő birodalom, ez Jézus Krisztus második eljöveteléig ki fog tartani, lehet, hogy arcolt vált, vagy arculatot vált, de lényegét tekintve nem változik. És ezt fogjuk majd látni jelenések 13. fejezetében és a 17. fejezetben is. És ehhez nagyon fontos volt, hogy Dániel könyve második és hetedik fejezetét világosan lássuk, hiszen itt van leírva az, ami alapján jelenések könyvét is meg tudjuk érteni. Hát remélem, hogy így már világosabbá válik a kép, és hogyha rátérünk majd jelenések könyvében erre a tengerből feljövő vadállatra, vagy fenevadra, akkor érteni fogjuk, hogy miről van szó, és tudjuk majd kapcsolni Dániel könyve hetedik fejezetéhez, és a második fejezetéhez is. És biztatlak benneteket, hogyha valamilyen kérdésetek van ezzel a kapcsolatban, vagy valami nem világos, akkor ezt bátran tegyétek fel. Igyekszem ezekre válaszolni. Ha most nincsen, akkor nyugodtan a kommentekben is lehet. És biztatlak benneteket, kutassátok ezt a kérdést, bátran nézzetek meg több profícia magyarázatot. Ez interneten is rá lehet keresni különböző profécia magyarázatokra. Ha nem hiszitek el, hogy a páposág ennyire rossz lett volna, nézzetek utána. Nézzetek utána, hogy milyen állításokat fogalmaz, fogalmazott meg a páposág magáról. Én amikor ezzel a kérdéssel találkoztam, felütöttem a katolikus katekizmust, és megnéztem, hogy miket mondanak magukról. Miket állít a katolikus egyház saját magáról, hogy a pápa miket mond magáról? Tényleg azt mondja? Tényleg ennyire rossz? Tényleg ilyen Isten káromló és ilyen isteni hatalmakat tulajdonít magának? Meg kell vizsgálni. Meg kell vizsgálni, hogy tényleg úgy volt -e az inkvizíció, tényleg olyan szörnyű volt -e ez az üldözés, mint hogy azt a Biblia leírja. De hogyha nem hiszünk a történelem akkor higgyünk Isten igének. Úgyhogy erre bátorítalak, kutassátok Isten igét, kérjétek az ő vezetését, hogy ő mutassa meg, mert ő semmi jótól nem akar bennünket megfosztani, ő azt szeretné, hogy mi annak az örök királyságnak a részesei legyünk, ami örökké megmarad, és soha nem múlik el. Úgyhogy ezért imádkozom, és ezt kér, erre kérlek benneteket, hogy ti is ezért imádkozzatok, hogy az Isten adjon nektek belátást, és bölcsességet, és az ő szellemének vezetését, hogy ennek az örök királyságnak a részesei le legyünk, és mindaz, ami... Sátán uralmi elveit képviseli, attól el tudjunk szakadni szívben és gyakorlatban is. Isten áldja meg az ügyét a szívünkben. Ámen.